Mire vesznek föl hiteleket a mezőgazdasági termelők itt ezen a környéken? Alapvetően a folyófinanszírozást is, és az innovációt, a fejlesztéseket, földvásárlás, birtokfejlesztési hitelekkel is találkozunk finanszírozási igényekkel folyamatosan. Büszkén állíthatom, hogy a vidékfejlesztési programban is több milliárd hitelt folyósítottunk az elmúlt időszakban. Most ez volt a sláger, a tavalyi évben inkább a földvásárlási hitelek domináltak, de természetesen ez az idei évben is, illetve a generációváltással kapcsolatban is szeretnénk a jövőben egy új terméket bevezetni, hogy az idősebb korosztály is át tudja adni a vállalkozását a fiatalabb korosztálynak.